Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk a Nébik képviseletében. A Nébiknél tulajdonképpen szinte minden az élelmiszerekről szól. Természetes volt, hogy anyák napjára is egy élelmiszeres témával készülünk, és mi lehetne aktuálisabb, mint az, hogy hogyan tudjuk megelőzni az élelmiszer biztonsági kockázatokat a várandóság időszakában. Ezen a napon a várandósokat helyeztük fókuszba, és egy élelmiszer biztonsági kiadványt szeretnék bemutatni önöknek. Ennek az volt a háttere, hogy részt veszünk egy Európai Uniós kutatási programban, amiben azonosítottuk azokat a legfontosabb kockázatokat, amelyek a hölgyeket ebben az időszakban kiemelten érintik, és megpróbálunk nagyon egyszerű és kézzelfogható tanácsokat adni, hogy hogy lehet ezeket egyszerűen elkerülni. Tehát nem az a lényeg, hogy rettegünk ezektől, hogy félelem ébredjen bennünk, hanem éppen ellenkezőleg megnyugtató érzés azt tudni, hogy ha ezt és ezt csinálom otthon, akkor ezeket a betegségeket el fogom tudni kerülni. Miért fontos erről kiemelten beszélni? Azért, mert az anyukák, szervezete ebben az időszakban jelentős változáson esik át, ami érinti az immunrendszer működésének hatékonyságát is. Ez a gyerek érdekében van így, viszont sajnos azzal a tudattal kell együtt élni, hogy fogékonyabbak vagyunk a betegségekkel szemben, és nem csak mi betegethetünk meg, hanem különböző betegségek a gyerekek egészségét is veszélyeztethetik. Először is bemutatjuk azokat a főbb kórokozókat, amikkel szemben fel kell venni a kesztyűt és utána rögtön bemutatjuk azokat a teljesen hétköznapi gyakorlatokat, amikkel ezeknek az előfordulását mérsékelni tudjuk. Bemutatjuk a tüneteket természetesen. Az öt fő ellenség, ami itt megjelenik ebben a füzetben, az a Campylobacter, a Salmonella, a Listeria, a Toxoplasma és a Norovírus. Ezek Magyarországon minden évben több ezer embernek okoznak kellemetlen perceket, és ez csak a illetve hát sajnos nem csak perceket, hanem napokat. És ez csak a egy csúcsa, hivatalos statisztikákban nem látunk mindent, hiszen nem rohan el mindenki egy hasmenéssel rögtön az orvoshoz, bár ha várandós kismamaként ilyet tapasztalnak, ezt javasolt megtenni, mert komolyabb problémát jelezhet egy ilyen tünet. Föl szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy mik azok az élelmiszerek, amiknek a fogyasztását ebben az időszakban kerülni kell. Egyébként sem árt egyébként, de ebben az időszakban tilos, tehát pasztorizálatlan tejet, illetve ebből készült tejtermékeket fogyasztani. Mit értünk ez alatt például a házilag készült fagylaltokat? Akkor az előre csomagolt saláták, szendvicsek is kockázatosak lehetnek, a gyártók mindent megtesznek annak érdekében, hogy, hogy ezek biztonságosan kerüljenek az otthonunkban, de egy-két nap hűtőben való tárolás után azért tapasztalhatunk ezekkel is gondot. Ennél is fontosabb, hogy nyers húsból készült ételeket, vagy nem átsült, nem jól megfőzött húsból készült fogásokat semmiképpen ne fogyasszunk. Beleértjük ebbe a halakat is tehát a sushi például, vagy a füstölt lazac, ebben az időszakban tiltott gyümölcs, és a tatár sem ajánlatos. Még az olyan húsipari termékeket is érdemes átsütni, megfőzni, amiket egyébként egy egészséges ember, aki nem várandós, frissen is elfogyaszthatna, mint például egy kolbászt, vagy virslit és a mosatlan zöldségek és gyümölcsök fogyasztását is kerülni kell. Olyasféle tanácsokat adunk mindegyikhez, amit könnyű otthon betartani. A zöldségek, gyümölcsök mosását úgy érdemes elvégezni, hogy egy kis ideig néhány percig áztatjuk őket, majd utána a folyó vízben leöblítjük, a levelez zöldségeket érdemes kibontani, és a leveleket egyesével is átöblíteni. És a végére hagytam az egyik legfontosabb ellenséget, ez a nyers tojás, ami egyébként is nagyon sok betegséget okoz évről évre. Itt a házi majonéz, ami az egyik előfordulási formája, házi fagylaltok, illetve sok-sok sütemény, aminél esetleg friss tojást alkalmazhatunk. Mik a legfontosabb eszközeink? A tipikus dolgokat is említek itt a kézmosás. A kézmosással kapcsolatban végeztünk egy kutatást. Nem az a baj, hogy nem tudjuk, hogy hogyan kell kezet mosni. Még azt is el tudjuk mondani, hogy mikor kell kezet mosni, de mégsem mosunk mindig kezet, amikor kellene. Hogy nagyon sokszor előfordul, amikor valaki friss hússal bánik, hogy fölkockázza a húst, és eszébe jut közben más a monoton művelet közben, és egy Pillanatra ellép, megfogott más dolgokat a húsos kezével, majd visszajön és folytatja a műveletet, így már a húsben lé lévő kórokozókat át tudja más felszínekre ragasztani, és onnan belekerülhet a, vagy az ő szájába, vagy valamilyen élelmiszerbe. Öhm, akkor egy másik ilyen tipikus probléma az, hogy az élelmiszerek nem jutnak időben a hűtőszekrénybe. Öhm, egy friss, frissen készített ételnek két órán belül be kell kerülni a hűtőbe, és hogyha maradékokat tárolgatunk otthon, ami egyébként egy jó dolog, mert az élelmiszer pazarlás ellen tudunk ezzel küzdeni, néhány napnál ne tároljunk főtételeket a hűtőben, két-három nap a legtöbb élelmiszer életében az a, eltarthatósági idő. Hogyha azt látjuk, hogy egy ételt nem fogunk tudni megenni ennyi időn belül, inkább fagyasszuk le, ez a legtökéletesebb élelmiszer tartósítási módszer, és egyébként az élelmiszereknek a vitamin tartalmát is konzerválja. Vannak benne még egyéb jó tanácsok is, például a háziállatokhoz hogyan kell viszonyulni a várandóság időszakában, ha beteg valamelyik hozzátartozó, milyen eljárást érdemes követni, vagy éppen a konyhai eszközökkel hogyan bánjunk, vágódeszkát hogyan használjuk, és így tovább. Nem akarom lelőni az összes érdekességet, azért is adunk belőle egy-egy példányt. Ami egyébként letölthető a nébi honlapjáról és a Nébik étel csak okosan felületéről is.